Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A vendégem Popielek Éva, a Fejes Józsefné Zenei Alapítvány kuratóriumának elnöke. Szeretettel köszöntelek, szia Éva! Szia Kata, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ismét itt lehetek. Hogyha téged meglátnak a nézők, szerintem akkor már majdnem biztosak abban, hogy lesz szó Flesch Károlyról, mert hogy ez a kuratórium, amelynek te az elnöke vagy, Flesch Károly emlékének a megőrzésével, az ő jelenben való működésével nagyon-nagyon sokat foglalkozik. És hát ismét egy apropó az, ami miatt itt ülsz, októberben emlékkoncertet szerveztek. Igen, így van. Mivel ebben az évben ünnepeljük Flesch Károly születésének 150. évfordulóját, és ő október 9-én született, ebből az apropóból szervezzük október 8-án az ő tiszteletére az emlékkoncertet. Tulajdonképpen akkor ez egy születésnapi ajándék, hogy így van, így van. Összejöhetnek a zenészek, összejöhet a közönség, és megemlékezik róla, hiszen az ő darabjait játszátok majd, gondolom. Nem elsősorban, tehát ő inkább a hegedű iskola terén volt aktív alkotó, hiszen minden hegedűs, aki hegedülni tanult, találkozik az ő nevével, találkozott, illetve találkozik az ő nevével, hiszen az ő hegedű iskoláján nő fel minden hegedűs. Tehát a hegedűsök számára Flesch Károly neve. Tudni kell ezt a nevet. Így van, elkerülhetetlen. Tulajdonképpen ezt kell mondani. Mielőtt még magára a programra rátérnénk, azért szaladjunk vissza egy kicsit erre az évre, hiszen, ahogy te is említetted, ez egy emlékév volt, nagyon sok minden történt. Egy kicsit foglaljuk össze, hogy mi minden volt már ebben az évben. Igen, ugye az alapítvány egyik fő célja a hegedű verseny, az róla elnevezett nemzetközi hegedű verseny megszervezése. Ezt idén is megtettük, hiszen pontosan 5 évvel ezelőtt volt az előző verseny, és a jelenlegi alapszabályunk szerint minden 5. évben szervezzük meg. Ez egy szerencsés adat, hogy éppen az emlékévben került sor az 5., illetve a 14. verseny megszervezésére. Nagyon jól sikerült verseny után vagyunk, nagyon sokan jelentkeztek, 70 nevezőnk volt erre a versenyre, azt a mindenit, amely nagyon szép szám, ennél csak egyszer volt több, 2008-ban, de tulajdonképpen nem is ez a lényeg az, hogy hányan vesznek részt a versenyen, ugyanis az gyakorlat nem csak a mi versenyünkön, hanem általában minden hegedű versenyen, illetve zenei versenyen, hogy mire elkövetkezik az időpontja, addigra néhányan ilyen-olyanokból visszalépnek. Ez nálunk is így történt, 35 versenyző jelent meg a verseny kezdő napján, hogy ennek mi volt az oka, hogy pontosan a fele, ezt egy apuka, akinek a lánya versenyzett, és ő is hegedűs, aki egy hannoveri szimfonikusoknál hegedűs, ő mesélte, hogy a kortárs mű, amelyet Horváth Balázs, a zsűri egyik tagja komponált, nem volt egy egyszerű darab. Első ránézésre az ő lánya is azt mondta, hogy apa, én ezt nem tudom megtanulni. Elvéreztek a versenyzők? Igen, hát igen, és akkor ő biztatta a lányát, hogy nyugodjál meg, fogjál hozzá, menni fog ez, csak gyakorolni kell. Így is lett, és az ő lánya lett például a harmadik helyezett a versenyen, tehát meg lehetett tanulni ezt a művet, csak előfordulhat, hogy volt, aki későn nyúlt hozzá, volt, aki nem gyakorolta eleget, tehát valószínű, hogy ez a mű rostálta meg a versenyzőket, és így egy nagyon színvonalas mezőny alakult ki ezáltal, ami a zsűri véleménye alapján nagyon-nagyon nagyra becsülendő dolog. Pont ezt akartam mondani, hogy akkor legalább az előválogatás megvolt. Tehát akinek ezt nem ment, akkor... Így van. És nagyon jó zsűrink volt ez ebben az évben is. Igaz, hogy Perényi Eszter, aki sok éven keresztül vállalta a verseny zsűri elnökségét, ezúttal már nem korára, illetve fáradtságára hivatkozva nem vállalta, és egy volt versenyzőnk, Ábrahám Márta,
aki ugyancsak első helyezett volt a versenyen. Valamikor ő most a Zeneakadémia professzora, ő vállalta a verseny zsűri elnökségét, és ő hozta aztán a többi zsűri tagot is. De ez is mekkora dolog, hogy valaki, aki ezen a versenyen elindult, az évek múlva olyan szakmai tiszteletre tesz szert, meg olyan szakmai előrelépésre tesz szert, hogy aztán ő lehet ennek a versenynek a zsűri elnöke. Így van, így van. Az előző versenyen ő már zsűrizett, tehát ismerte a körülményeket, tudta, hogyan zajlik a verseny, és így aztán szívesen elvállalta, és ennek mi nagyon örültünk, hogy végül is egy hagyomány kezd kialakulni ezáltal, hogy egy volt versenyzőnk, nyertes versenyzőnk lesz a zsűri elnöke. Tehát összességében azt mondhatom, hogy egy nagyon jól sikerült versenyt tudhatunk magunk mögött. Színvonalas volt, a zsűri tagok egy kicsit meg is fiatalodtak. Ugye Perényi Eszter az ő korosztályából válogatta össze a zsűri tagjait. Ez az a szokás nálunk ugyanis, hogy a zsűri elnök kéri fel a többi zsűri tagot. Mivel Márta egy viszonylag fiatal hegedűművész, ő is az ő korosztályából válogatott, úgyhogy egy nagyon jó hangulatú és nagyon jól együtt dolgozó, működő zsűri volt a versenyen. Milyen volt a zsűri visszajelzései összességében a versenyről? Tehát hogyan látták ezt? Azon kívül, hogy ugye azt mutat, hogy színvonalas, de hát ezt nem is vártunk mást. Így igaz. Úgyhogy ezt már tudjuk, hogy ezt a szót mindenképpen ki kell emelni, hogyha erről a hegedű versenyről van szó, de milyen visszajelzést kaptatok, hogy milyen volt a felhozatal idén? Nagyon dicsérték, hogy nagyon magas volt a színvonal, nagyon sok ázsiai versenyző volt, és ez a vélemény a zsűrinek általában, hogy az ázsiai versenyzők törnek előre és az élre, de ezt el is mondhatjuk, hiszen a verseny nyertese egy dél-koreai versenyző, Eunche Kim lett, aki majd a koncerten október 8-án fel fog lépni nálunk. És ez minek tudható be vajon? Azért ezt gondolom sejted. Igen, ugye a szakmai véleményük alapján a versenykiírásban az áll, hogy tehát bárhonnan jelentkezhetnek, akik pedig Európán kívüli versenyzők, 2 év európai tanulmányt fel kell mutatniuk. Zsűri véleményét ismétlem, illetve mondom el, hogy ők otthon megtanulnak mindent, amit lehet, és az igazi európai jellegű játékot, stílust, azt pedig itt tanulják meg, és ezáltal, tehát otthon a fantasztikus technikai dolgokat megtanulják, nagyon nagy kitartás van bennük, céltudatosak. Nagyon akarnak. Igen, igen, és ez eredményezi azt, hogy előre törnek. Egyébként nagyon sok ázsiai versenyzőnk volt, és például a középdöntőbe csak egy magyar versenyző jutott, a többiek mind túlnyomó részben ázsiaiak voltak. Gondolom, ahogy az európaiaknak is, de nekik meg különösen ez egy nagyon komoly megmérettetés, hogy itt lehetnek egy ilyen Így esemény. Van, és én azt gondolom, hogy a fellépési lehetőségek, tehát a művészi fejlődés lehetősége az még inkább adott itt Európában, bár nem tudom, mert nem jártam ázsiai országokban, illetve nem ismerem azoknak, de úgy gondolom, hogy ezek a lehetőségek sokkal nagyobbak és nyitottabbak. Tehát egy mozgalmas eddigi időszak volt akkor, de most akkor nézzük ezt az október 8-át, ugye 18 óra, vagyis este 6 óra, születésnap előestéjén, mondhatjuk így, már ünnepel Mosonmagyaróvár. Mit kell tudni a közreműködőkről, milyen lesz ez az este, Éva? Tehát hegedű est lesz, ugyanis csak hegedűsök fognak fellépni. Volt más tervünk is, de aztán végül is egy kis kupak tanács után arra az elhatározásra jutottunk, hogy csak a hegedűsöké legyen a főszerep. 3 fognak fellépni mindössze, az említett idei verseny nyertese, Eunche Kim lesz az egyik fellépő, a másik fellépő a 10 évvel ezelőtti versenynek a nyertese, Lara Boskor lesz, aki magyar gyökerekkel is rendelkezik, de Németországban él, és ott
dolgozik, illetve tanult eddig, illetve a zsűrink egyik tagja, Kirill Trusszov, aki itt a gála koncerten a verseny lezárásakor egy nagyon nagy ajánlatot tett Kimnek éppen, hogy mivel ő a Baden-Badeni Flash Akadémiának az igazgatója, egy ottani mesterkurzust a következő év nyarán felajánlott neki, amely további lehetőségeket és távlatokat nyit meg a dél-koreai versenyző számára. Tehát ő fog játszani. A testvére, Alexandra Trusszova pedig zongorán kíséri mindhármukat. Úgy tervezzük, hogy az első részben a két versenyhelyezett fog fellépni egy-egy művel, és ezt követően pedig Kirill Trusszov fog játszani két darabot. Ami kuriózuma lesz a hangversenynek, hogy Flash Károly dédunokája, unokája, ez pontosan nem derült ki róla, Carl Michael Flash családjával itt lesz a hangversenyen, tehát részt fognak venni a koncerten, már két nappal korábban megérkeznek, szeretnék megismerni a várost, a Flash névhez kötődő városi emlékeket, tehát Flash Károly szülőházát, síremlékét, és mindent, amit a városról tudni lehet, nagyon érdeklődőek. Hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, amit ugyancsak Kirill Trusszovnak köszönhetünk, hiszen ő vette fel vele a kapcsolatot, és kérte fel arra, hogy legyen jelen ő is a hangversenyen, amelyet ő nagyon boldogan elfogadott. Hát akkor egy nagyon izgalmas este lesz mindenféle szempontból. Igen, igen, én azt gondolom, hogy érdemes lesz arra, akár zeneszerető valaki, akár nem, hiszen a művek, amelyek majd elhangzanak, azok olyan nem igazán közismert, de valóban melódiával rendelkező fülbemászó darabok lesznek, tehát egy laikus számára is élményt nyújt majd a hangverseny. Amit még el kell mondani ezzel kapcsolatban, hogy ugyanúgy, ahogy a gála hangverseny regisztrációhoz lesz kötve a belépés, tehát a tixa.hu-n lehet majd regisztrálni, és illetve a Flash központ pénztárában is segítséget kapnak azok, akik ezt nem tudják egymaguk megoldani ilyen-olyan okok miatt, tehát belépődíj nem lesz. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb cél, hogy a színház termet megtöltsük. És nem fejezitek be a munkát ezzel, hiszen az emlékév még folytatódik, azért neked vannak még terveid 2023-ra. Igen. Így igaz. Ugye Flash Károly október 9-én született, a halálozás napja pedig november 14-e. Úgy gondolom, hogy ekkor akár 14-én, vagy egy akörüli közeli időpontban lenne stílusos, hogyha egy olyan rendezvény lenne, egy olyan alkalom, amely lezárja ezt az emlékévet. Flash Károly írt egy, amiről már szó esett, a Hegedű Művészet Iskolája címmel, aminek egy részét Vermes Mária már a 90-es években lefordította, de nem a teljes művet, és ez most megtörtént, Kertész Ágnes zeneakadémista vállalkozott erre. A fordítás elkészült, kiadás még nincsen, tehát a könyve még nincs nyomdában, de szívesen vállal előadást, illetve ismertetést a művel kapcsolatban, és úgy gondoltam, hogy ez az emlékév lezárása lenne, ez egy könyv, hát nem könyvbemutató, de tulajdonképpen egy előzetes ismertető a könyvről. Hát, hogy Isten éltesse születésnapján Flash Károlyt. Nagyon szép estét kívánunk nektek erre az október 8-ára, meg majd a novemberi estére is, amit kitűztetek magatoknak, és minél több hallgatót, meg nézőt. Nézőt, így van, ezt kívánom én is magunknak. Köszönöm szépen. Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!